kora reggeltől ropogott a tűz a Sparheldben, a Csetényi Élményparkban. A terület ismét benépesült érdeklődőkkel a családi farsangi futás és fánksütés alkalmából. Fő cél, ugye, hogy előzzük a telet ezzel a farsangi futással, családi fánksütéssel. Reméljük, hogy sikerülni fog. Most nagyon kellemes az idő, egyébként kicsit szeles. Már sokan érkeznek, gyülekeznek. Hát itt kora reggel óta elkezdődött a fánkészítés, nagyon sokan dolgoztak ezen, úgyhogy ezúton is köszönjük mindenkinek a munkáját, illetve minden segítséget, amit ehhez a rendezvényhez kaptunk. Közben kézműves foglalkozások is kezdődtek, és hát az egyik csúcspont ugye ez a jelmezes futás. Már ötletes jelmezeket láttam, úgyhogy érdemes majd megnézni őket tüzetesebben is. A lelkes segítők szorgos kezeinek köszönhetően sorra készültek az ízletesebbnél ízletesebb farsangi fánkok. Kicsik és nagyok közösen gyúrták, dagasztották a tésztát, amit aztán a szabad ég alatt sütöttek meg a közreműködők. Sok munka van vele, attól finom, hogy jól ki van dolgozva, akkor jó levegős és nagyon könnyű. Hát meg nem szabad spórolni az alapanyagokon sem. Ha kell 5 tojás sárgája a fél kiló liszthez, akkor azt érdemes beletenni. Lehet spórolni vele természetesen, de akkor nem annyira olyan az állaga. Na, Gabika, lekvárosat vegyél. A fánkot az első, ahogy beletesszük a zsíradékba, le kell takarni fedővel, akkor szépen felhúzza a gőz, és akkor lesz igazán szalagos a fánk. És aztán mi kerül rá, amikor megsült? Hát nagyon sok ízesítési mód lehet. Annak idején, amikor nem volt dzsem vagy lekvár a háznál, akkor csak megszórták egy kis porcukorral. Azután lehet ízesíteni vaníliás porcukorral, de hát igazából, hogyha van otthon a spájzban egy kis barcklekvár, akkor azzal nagyon finom. Aztán még egy kis titok, egy kis cukrásztitok, hogy minél finomabb legyen az a dzsem, lehet beletenni egy kupica rumot, meg egy pici vaníliás cukrot is. De van, aki fahéjas cukorral szereti, van, aki csak úgy kopaszon, mesztelenül, ahogy szokták volt mondani, ízlése válogatja. Többen is úgy döntöttek, jelmezben érkeznek a rendezvényre. Volt, aki kerékpárral, míg mások kocogva tették meg a 4 kilométeres távot. A futó mezőny leglátványosabb csapata unikorn is öltözetbe bújt. Nagyon szeretünk közösen együtt futni, mert szerintem a sportolás könnyebben rávesszük az ismerősöket, barátokat, és ezáltal egy tök nagyon jó hangulatú délutánt, délelőttöt tudunk mindig létrehozni. Egy unikorn és az én ötletem volt, teljesen spontán ötlet volt, sikerült 6 unikorn is jelmezt beszerezni. Sajnos a csapattagjaink lebetegedtek, úgyhogy 4-en képviseljük az alföldi gepárdokat, mint unikorn is jelmezben, tehát a gepárdok elbújtak. A megkérdezettek azt mondták, mindig öröm részt venni egy ilyen gasztrokulturális sportrendezvényen. A sport az egészséges, és az igazság szerint a mai társadalomban az egészség az valahogy úgy sokak számára már háttérbe szorult, és ezek a kis kezdeményezések, mint például ez a közösségi futás is, ez azt hiszem, hogy összekovácsolja a város lakóit. A futás után a parkba visszaérve volt, akinek még arra is maradt energiája, hogy egy különleges tánc koreográfiát mutasson be. A táncból pedig a nap hátralévő részében sem volt hiány. Az Így tedd rá keretében a gyermekek többek között vonulós játékokban vehettek részt. Pont a módszer lényege, hogy a gyereket közel hozza, a kisgyereket a néptánchoz, a népi kultúrához. A mai gyerekek teljesen másképp működnek, mint a mi generációnk. Más módszerekkel kell közelíteni hozzájuk, és érdekessé kell tenni számukra foglalkozásokat ahhoz, hogy bevonzuk, és ott is maradjanak, és majd esetleg nagyobb korukba, iskolás korukba is a néptánc mellett döntsenek, és mondjuk nem teljesen más tevékenységek mellett. A néptáncról részletes összefoglalót láthatnak csütörtöki Kulturkép magazinunkban.